Hát igen, vagy ott maradt kint. Ez is lehet. Szóval kezdődik a tizedik nap, sziasztok! Megjött a karácsony. Egész nap havazás volt. Erről csináltam egy kis videót, Ez figyeld! Szóval ilyen szép lett nálunk a, az időjárás, és úgy gondoltam, hogy akkor csinálunk egy kis karácsony. Előszedtem karácsonyi díszeket, ez most itt világít. Hát, mi pillanatra kikapcsolod a lámpát, hogy látsz, hogy milyen, milyen Igen. szépen világít itt a, a fény körülöttünk. Ah, fantasztikus. Meg még azt, azt is lekapcsolnám, akkor hogy teljesen, de oké, okay, szépen, Léci, kapcsol vissza. Na, szóval a karácsonyi hangulat jött, ugyanis esik a hó, gyönyörű szép idő van, bár annyi nem esett, mint délen, viszont ugye Pécsen is mondtam, hogy 20 cm esett körülbelül, de itt is gyönyörű szép havazásra ébredtünk reggel, és tényleg azt csináltam, hogy előszettem a karácsonyi füzért, meggyújtottam, és szóltak a karácsonyi dalok. Ugyanis tavaly, uh, ugye 2019-ben nagyon gondolkodtam azon, hogy miért nem lesz havazás egyáltalán, és, és mi azért megcsináljuk azt időnként, hogy ez most maradjon közöttünk, hogy nem tartjuk meg a karácsonyt. Csak akkor, a hó van. Tehát, hogy ahhoz tudjuk igazítani. Úgyhogy ma karácsonyoztunk, Timivel. Tehát mindent elkövettünk annak érdekében, hogy karácsonyi hangulatunk legyen. Még kaja is. Még a, hát igen, és ez történt valójában, hogy ugyanúgy kipakoltunk, és hát olyan dinondánom, volt, hogy valami elképesztő, tehát mindenféle olyan, amit el lehet képzelni. Tehát hízunk folyamatosan itt a karanténban. De voltunk ma a városban, és ezzel kapcsolatban akarok mondani valamit. Felhúztam a maszkot, így, és mentünk be a városba, és föl kellett adni postán a könyvelést. És direkt elmentünk korán, 8 órára, postanyításra, tehát hogy ne zavarjuk az embereket túlzottan az egészségükben, meg egyébként is, hogy ne okozzunk zavar. És nagyon klassz volt látni, hogy mennyire sokan betartják azt, hogy most tényleg nem mennek az emberek közé. Siófok igazából meglehetősen, hát nem mondom, hogy kihal, de tényleg csak azok az emberek mennek, jönnek, mennek, akiknek tényleg dolguk van. Na, és történt egy meglepetés, ezt mivel kitaláltuk már jó, egy jó ideje, hogy embereknek megköszönjük azt, amit amúgy csinálnak pénzért, és, és ott dolguk van, és azt, azt mi meg szoktuk köszönni nekik. Beszéltem egy kedves hölgyel, aki elmondta, hogy tulajdonképpen hogy áll a vírushoz, egy picit így beszélgettünk, rajtam a maszk, és hát nagyon furcsán éreztem magam, mert tényleg a szemem így látszott, kapucni rajtam is igazából nem nagyon lehetett látni ugye a vonásaimat, tehát olyan, mint a botox kúrán estem volna át, tehát teljesen ilyen, ilyen merev az arca ilyenkor az embernek, bementem a, kórházba, a postára, és a hölgy, aki ott ült a pultnál, felvette a csomagot, és, a, és tűnve megegyeztünk abban, hogy csinálunk egy ilyen játékot, hogy megköszönjük az embereknek azt, hogy hogy ott vannak és tartják a frontot. Na, a hölgynek megköszöntem azt, hogy, hogy köszönöm szépen, hogy itt van, és hogy itt dolgozik, és stb. És így megdöbbent először, tudod, hogy így, wow. De aztán elkezdett mosolyogni, és így nagyon jól esett neki. És akkor utána elmentem a, a, csomagot átvenni, amiről kaptunk értesítést. Ott is elmondtam a hölgynek, és ő is végtelenül boldog volt emiatt a dolog miatt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy az emberek, akik ott vannak a munkahelyeken, benzinkutakon, postán, kórházakban, akik segítenek az embereknek abban, hogy az egész rendszer működjön, tehát mindenféle köszönet nekik. És ez a dolog, ami miatt mi itthon maradunk, ez igazából azért van, mert szeretnénk nekik segíteni. Aztán következik a holnapi nap, ez a 11. nap lesz itt a karanténban, és úgy gondoltam, hogy na eljött az idő annak, hogy újra elkezdjünk gitározni. Elhatároztam, hogy megtanítok egy dalt itt a karanténban, azért, hogy azok, akik itt ülnek velünk együtt és töltik az idejüket, hát legyen egy-két dal, amit el tudtok játszani. Szóval, amit szeretnék kérni, hogy ha nem szereztél még gitárt magadnak, akkor szerezzél, mert ez a karantén, ez nagyon alkalmas arra, hogy te megtanuljál gitározni. Úgyhogy, ha nem láttál egyetlen egy epizódot sem sorozatunkból, akkor nyugodtan beszállhatsz itt, ha akarod, nézd vissza a, ezeket a videókat. Ugyanis holnap gitározni fogunk, és megtanítok nektek egy dalt, amit bármikor el tudtok utána játszani. Nem mondom, hogy nem kell gyakorolni, de nem lesz túl bonyolult.